Buliképek aggost udvarból. Ide próbált besétálni 8 roma fiatal október végén egy este, de az éttermekig sem jutottak. A biztonsági őr a bejáratnál azt mondta, nem mehetnek tovább. A vitába bekapcsolódott a biztonsági cég főnöke is, de ő sem adott magyarázatot, csak annyit mondott, hogy a Gosdú udvar magánterület. Az esetről hangfelvétel is készült. Amennyiben a kollégák vagy bárki dönt a dolgozók közül, hogy valaki nem megy a udvar területére, hát az azért... Semmi megjondok, akkor legyek szíves, hogy indokolja meg, hogy miért állít meg, mitől vagyok, mi veszélye? Nem vagyok köteles megindokolni. De... Mindenki jön, hogy legyen a magát, hogy a területére. De még egyszer, összeszámára meg. Kis Mário az egyik a 8 fiatal közül. Azt mondja, nem viselkedtek feltűnően, nem hangoskodtak itt, csak amiatt állíthatták meg őket, mert roma származásúak. Mivel nem voltunk sem ittasak, sem alulöltözöttek, sőt elég jól voltunk felöltözve, mivel egy konferenciáról jöttünk, egy nemzetközi konferenciáról, hogy csak a származásunk miatt, és hogy csoportban voltunk azért. Kis Márióék az egyenlő bánásmód hatósághoz fordultak, amelynek 75 napja van, hogy döntsön az ügyben. Az ide tartozunk kisebbségi jogvédő egyesület jogásza szerint viszont a hatóság által kivethető pénzbírságnak nincs elég visszatartó ereje. Szerinte a jogszabályokon is szigorítani kellene. Be lehetne záratni mondjuk 30 napra idéglenesen a jegyzőnek ezt a szórakozó helyet, ugyanis mi 15 év óta pereskedünk, meg az egyenlő bánásmód hatóság előtt eljárásokat indítunk ezekben az ügyekben, amiket rendre meg is nyerünk. Azonban a gyakorlat meg nem nagyon változik. A jogász szerint a biztonsági őr érvelése nem felel meg a jogszabályoknak, mert az ügyfélforgalom számára megnyitott terület már nem minősül klasszikus magánterületnek. Ha valakit oda nem engednek be, azt indokolni kell. Kerestük személyesen is a Gosdú udvar üzemeltetőjét, hogy megkérdezzük, mi alapján döntik el, hogy kit engednek be és kit nem, de nem találtuk az irodájában, és az e-mailünkre se kaptunk választ. Lujgis Tamás, RTL Híradó, Budapest.